Az idén 11. alkalommal meghirdetett Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program töretlen sikernek örvend hazánkban. A Heves megyei gazdák által tanúsított összefogás azt jelenti, hogy ők mindannyian felelősséget éreznek a magyar nemzet megmaradásáért, hangzott el az adományozó napon. Úgy gondolom, hogy mindenki megelégedésére a Heves megyei gazdák ezérben is kitettek magukért. Annyira kitettek magukért, hogy mintegy 33 tonna búzát szállítottak be gyakorlatilag az egri malomba. Ebből 23 tonna lisztet őröltek meg, amelynek nagy részét az egri főegyház megyei Karitász központnak ajánlották fel. Ők azok, akik eljuttatják az adományt a rászoruló családoknak. 8 tonna lisztet pedig a határon túli magyarok között osztanak szét. Szeretném tolmácsolni a családoknak az örömét és a köszönetét, szó szerinti örömét, amikor megkapják a finom lisztet. A rendezvényen elhangzott, idén is gyűjtöttek pénzadományt a gazdák, több mint 1 millió forintot, amely szintén a rászorulók mindennapjait teszi majd könnyebbé. Az adományozó napon Pajtó Gábor kormány megbízott is köszönetét fejezte ki az adakozóknak. És az önök összefogása, mert ezt én összefogásnak is látom, már nem csak a gazdatársadalmat erősítő, és ha úgy tetszik, szemléletet formáló, hanem gyakorlatilag ez az összefogások, ez a nemzetet is erősítő összefogás lett. Az ünnepségen adományozói emléklapokat adtak át az önzetlen segítségnyújtást tanúsító Heves megyei gazdáknak.